Köszöntöm kedves nézőinket, Önök Itthon-Otthon című magazin műsorunkat látják. Első vendégünk Szabóné Marti Éva, a Református Általános Iskola és Óvoda nyugalmazott igazgatója, aki 2019-ben a Hajdúnánás városáért kitüntetést kapta. Nagyon sok szeretettel gratulálunk, Éva, és hát ugye ilyenkor szokásos egyfajta kis visszatekintés, egy életpályára visszatekintés, hiszen azért azt gondolom, hogy ez a nagyon szép kitüntetés, ez egy életműdíj is lehet akár itt Hajdúnánáson. Gyakorlatilag a nyár folyamán beszélgettünk mi már akkor ugye a nyugalomba vonulásod alkalmából, az életrajzodat, hogy nagyjából szerintem már mindenki ismeri. Én azt gondolom, hogy a mostani beszélgetésünk inkább térjen ki arra a területre, azokra a területekre, amik igazából a pedagógus pályád ugye az egy meghatározó, de mellette képviselő voltál, városi önkormányzati képviselő voltál, két civil szervezetnek is a létrehozója, illetve hát vezetője, ez még a mai napig is létező dolog, a Szellemi Műhelyi, illetve a Hajdúnánásért Szépen Emberül Alapítvány. Tehát azt gondolom, hogy van miről még bővebben beszélni, amire az elmúlt alkalommal nem került sor. No hát először a pedagógus pályafutásod ugye az is nagyon szép kitüntetésekkel zárult. Kezdjük innen. Igen, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélgethetünk. Valóban két nagyon szép elismerést kaptam, ahogy nyugdíjba vonultam. Az egyik a Tiszántúli Református Egyházkerület pedagógiai díja, amit egy házi vonalon kaptam, mint elismerést, a másik pedig a Maróti díj, amit a Hajdú-Bihar megyétől kaptam, mind a kettő pedagógiai díj. Ezért is volt nagy öröm számomra a Hajdúnánás városáért kitüntetés, mert mindegyiknek nagyon örültem, és nagyon hálás vagyok azoknak, akik ezt előterjesztették, de valahogy a szívemhez legközelebb ez a díj van, hisz az én azt hiszem beszélhetünk legalább 30 évről, ami közéletben meghatározó, ha nem is meghatározó, de jelentős szerepet vállaltam, és dolgoztam. És ezek azok, amelyek a civil szervezetekhez kapcsolódnak, illetve 20 éven keresztül a képviselői munkám. No, hát érdekes dolog az, hogy egy pedagógus, bár hát ugye gyakorlatilag gyerekekkel, közösségekkel van kapcsolatban, hiszen a családok jelentik számára, illetve a pedagógus kollégák jelentik számára mindazt a közösséget, amiben éli az életét, de azért de nem minden pedagógusból lesz úgymond közéleti ember. Téged mi indított? Én emlékszem rá, tehát ennek nagyon emlékszem azokra az első találkozásokra, amik annó még a Bocskai 13 szám alatt, ahol még a könyvtár akkor volt, zajlott, és hogy tehát akkor ismerkedtünk meg gyakorlatilag a könyvtárban. Mi indított téged a közélet felé? Ez valahogy természetes volt az érdeklődésem. Tényleg így szoktam mondani, amikor kezdtem a tanítást a kis tanítónéni koromban. A városi könyvtár olyan meghatározóan fontos volt az életemben, és nagyon példamutató kulturális életet tapasztaltam ott. Tehát voltak olyan rendezvényei, amire én rendszeresen mentem. Többek között éppen helytörténeti vonatkozású is, amikor a gimnázium történetére tekintettek vissza, ott volt igazgató, Tóth Lajos bácsi a hajdani igazgató életét mutatta be, és olyan Lencsés Katalin, az akkora ugye a könyvtár vezetője, és olyan példaszerű volt számomra, ahogy már ugye nem látott Lajos bácsi, és a Lencsés Katika volt a szeme, ahogy még mindig a közélettel foglalkozott. Tehát hogy elkötelezett volt a várostörténet iránt is, és úgy megfogtak ezek a programok, meg ott olyan szellemiséggel találkoztam, éppen veled is, amelyik a számomra fontos volt. Elég korán férjhez mentem, a közélet felé viszont nyitott maradtam, és hát majdnem, hogy azt a régi típusú pedagógus személyiséget személyesítettem meg, akik még valóban együtt volt a közéletben való tevékenységük is. Tulajdonképpen
Ez ilyen volt a református általános iskola hajdani igazgatója, Mikó József igazgató is, aki 27 évig volt ugye igazgató, de közben képviselő volt, civil szervezetekben dolgozott, tehát ő is számomra egy példa volt az ő élete. És érdeklődtem a közélet iránt olyan szinten, hogy szerettem volna több kulturális eseményt a városban, és írtam a helyi újságot is, elsősorban kulturális területen, és akkor hiányoltam is azt a közösséget hiányoltam, hogy összejöjjünk értelmiségiek, és beszélgessünk, felolvasó esteken vegyünk részt, tehát ez akkor hiányzott. A könyvtár rémére pótolta, de nem voltak ott azok az emberek, akiknek még ott kellett volna lenni az én látásom szerint, és így indult el a hajdonállási szellemi műhely szervezése, amikor a város értelmiségét próbáltuk éppen a rendszerváltás fordulóján megtartani, összefogni, hogy a politika ne vigye szét a kultúra és az iránt érdeklődő nánási nagyon-nagyon fontos téma és terület ez, hiszen most, amikor ez a felvétel készül, amikor beszélgetünk, éppen a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük, azaz január 21-e van. A kultúra az szerinted milyen szerepet játszik egy közösség életében? Mert ugye erről ma elég csúnya viták zajlanak, hogy ki a kultúra egyáltalán, kisajátítható-e a kultúra bárki részéről? Mert hallunk ilyen, tehát amikor a politika beleavatkozik a kultúrába. Természetesen nem sajátítható ki, tehát ez így teljes mértékben azt kell mondani, hogy nem. De a kultúra az megőrzi önmagát, tehát ami érték, az megmarad, ami pedig csak úgy felszínen létezett, az úgy elmúlik. Tehát akár örök értékeknek nevezhető, vagy meghatározom fontos, akár a magyarság életében, akár a város történetében, az él, és az meg is marad. És a mai napig ebből táplálkozunk. Tehát ennek már most lassan része lesz a mai irodalom is, amit olyan nehezen tudja magát az emberek felé megmutatni. Igen, de ezeket az értékeket valakiknek őrizni kell, elsajátítani, magukévá tenni, vallani ezeket az értékeket és továbbadni. Így van, tulajdonképpen annak, ha már az értelmiségről beszélünk, akár a hajdonállás életében is, ugye természetesen nem a kisajátítás jelentette a szellemi műhely létrehozását, hisz voltunk vagy 24-5-en, tehát akik aláírtuk azt a bizonyos szándéknyilatkozatot, hogy szeretnénk egy ilyen közösséget, és utána ugye egyesületté formálódtunk, hanem az a dolgunk van azok felé, akik esetleg csak beülnek egy-egy programra, és nem szerveznek. Tehát végül is mindenki felé, hisz mindig nyitottak voltak a programjaink, a felolvasóestek, a kulturális napok, a tehetségkutató versenyek, ott voltak a gyerekek, ott voltak az óvodák, az iskolák, azok a gyermekeket elkísérték a szülők, és ugye egy-egy díjkiosztó versenyen voltak alkalmak, hogy a Művelődési Ház Színház terme egy hétvégén kétszer ezzel a programmal telt meg, mert a gyerekek szerepeltek, erre érdeklődés volt. Tehát nekünk az volt a feladatunk, hogy dolgozzunk, és közvetítsük a kultúrát. Közvetítsük a kultúrát mindenki felé, mert hogy az valóban mindenki. Így van. Tehát ugye volt a hajdonállási szellemi műhely, illetve van ma is, bár most már azért, szóval azt azért be kell valani, hogy megöregedtünk, és van. Igen, és nem nagyon van utánpótlás, tehát ez így az igazság. Van, tehát az igen. Értékőrzők és átadók lassan elkoptak. Jön-e helyettünk más? Hogy látod? Tehát ebben van ebben nehéz, nagyon nehéz állást foglalni. De tehát nyilvánvalóan jön, de más lesz, más a formája. Tehát nem, itt aztán alakult egy fiatal egyesület, a felé reménységgel tekintettem, mégis ma is dolgoznak, ugye a Mérted élők, az okkalmásokkal ifjúsági egyesület. Azóta újabb egyesület, kulturális egyesület alapítását nem tudom, de vannak rengeteg civil szervezet, akik mai napig. Tehát nagyon-nagyon fontos és meghatározó szerepet töltenek be mai életre. Tehát nagyon gazdag lett hajdonállás kulturális élete és a civil szervezetei felvirágoztak. Tehát mi elvégeztük abban az úttörő korszakban, amikor nem nagyon volt ilyen egyesület.
tehát sőt nem volt. Tehát mi voltunk úgymond az úttörő, akik ott először ugye létrehoztuk, ráadásul egy kicsit furcsán is tekintett ránk az ori hatalom, hogy nem tudta, hogy most mi mit is akarunk, nem gondolta, hogy azt akarjuk, amit mondunk, pedig azt akartuk. És aztán nyilvánvalóvá vált, mikor a könyveink megjelentek, a helyi kiadványok megjelentek, és ahogy az alkotókat, akik felolvasták írásaikat, a gimnázium nagyon aktívan részt vett annak idején, Puda Katalin, Varta Tamás tanár úr és Puda Katalin tanárnő, ők elhozták a diákokat ezekre a rendezvényekre, és ugye kapcsolódtunk mi történelmi eseményekhez is, mert például a történelmi kerekasztalt is mi szerveztük, amikor az 1956-os hajdonállási eseményekre még meghívtuk a még élőket, és akkor ugye akkor pontosan abban az évben, amikor például vendégünk volt Békis Dénes, a Krusoszki Dénes, aki most ma már Krusoszki Dénes. Igen, és ugye regénye is arról szól, hogy itt valami nagy titok övezte ezt az eseményt, pedig nem titok övezte, ő akkor diákként még nem érdeklődött Hajdun Ánáson, pontosan abban az évben, amikor ő a verseit felolvasta a mi estünken, abban az évben, itt több a könyvtár és az elemi műhely szervezésében, pontosan történelmi kerekasztal. Négy történész volt itt, és ugye ott volt többek között Völgyesi Zoltán, és aki később doktori disszertációját is ebből írta. Hát ugye Békis Dénes azért némi pálforduláson átment. Igen, tehát nyilván nem... Furcsa. Igen, nem bántja meg az embert, hisz elismerem, hogy ő egy, tényleg egy elismert író lett, és a verseivel indult, de az első díjat tőlünk kapta a Hajdun Ánási Szellemi Műhelyt, ezt még nem olvastam a visszaemlékezésében, életrajzában, pedig valóban itt mutatkozott meg először, és az első díjakat is itt kapta Hajdun Ánáson. Így van. No, hát erről többen is. Viszont a Szellemi Műhely mellett volt egy, illetve van egy másik civil szervezet, a Hajdun Ánáson Szépen Emberül Alapítvány, ami így szinte párhuzamosan majdhogy nem ugyanazon célokért dolgozott. És akkor ugye itt feltétlenül meg kell Kállai Eszter nevét említenünk. Tehát tulajdonképpen én azt mondanám inkább, hogy más volt. Tehát a más az alapítvány. Az alapítvány elnöke úgy lettem, hogy Kállai Eszter személyesen megkeresett engem. Ő eljött Hajdun Ánásra, érdeklődött, a könyvtárba ment, mint centrum, és érdeklődött, hogy vajon kit lehetne megszólítani, hogy ő szeretne egy alapítványt létrehozni, nem ismert engem, én sem őt. És akkor ott, meg nem csak a könyvtárban, másfelől is úgy fölmerült a nevem, úgy, mint közélet iránt érdeklődő embernek. Mert akkor már elég, tehát legalábbis az újságon keresztül úgy ismert, részben ismert voltam, mint pedagógus, hogy a közélet fontos számomra. És eljött hozzám a lakásomra, és beszélgettünk, elmondta a Szépen Emberül gondolatnak a lényegét, hisz ő egy kicsit egyetemes gondolkodásban próbálta itt elsősorban a generációk egymásra találását. Ugye a gyermekkor, az ifikor és az idős embereknek az egymásra találása, a kapcsolódása, a tanítás, hogy hogyan taníthatja, és akkor úgy ahhoz a magyarság is a nemzet tudatnak az erősítés. És nyilván ez is mi Hajdun Ánáson elsősorban, tehát ugye ez volt a nagy alapítvány, a céljai között Igen. volt, amit említettél, hogy a magyarság kérdése. Itt Hajdun Ánáson elsősorban az identitás, tehát a helyi közösséget, Hajdun Ánás lokálpatriotizmusról, szerettük volna erősíteni az emberek gondolkodását, és akkor így próbálkoztunk azokon az ő által ajánlott kis rendezvényeket is megtartani több éven keresztül. Például a Hajdun Ánás ifjú polgára pályázat, amelyikben elsősorban a gimnáziumi korosztály szellemi, lelki és erőpróbát, inkább erkölcsi, így mondanám, nem is lelki, szellemi, erkölcsi és erőpróbát tettek a diákok, és akkor, ha ebben ennek megfeleltek, akkor kapták ezt a Hajdun Ánás ifjú polgár elismerést az akkori polgármestertől. Meg hát ugye ösztöndíj pályázatot is ő több éven keresztül, ki. Igen, akkor még nem voltak ez a sokféle támogatása a városi önkormányzatnak, sőt egyáltalán nem volt a továbbtanuló diákok, fiatalok támogatásának még akkor egy év formája, és az alapítvány vállalta fel. Elsősorban itt is az volt a cél, azon túl, hogy támogassuk azokat a diákokat, akik
hajdunánási tehetséges diákok, hogy a kötődésük megmaradjon, hogy ha majd kikerülnek az egyetemről, főiskoláról, akkor a városuk felé jó szívvel forduljanak, és ha esetleg megtehetik, akkor itt maradjanak. Ezért többször is kérte az alapítvány, hogy írják le elképzeléseiket, a város fejlődését, tehát benne volt a pályázatban, és ehhez szponzorokat kerestünk, itt Hajdonánáson vállalkozókat, akik támogatásával tudtuk ezeket a kis támogatást továbbadni a fiataloknak. Hát tulajdonképpen ez a két nagy tevékenység volt, ami meghatározott bennünket, és ugye harmadikként pedig a 2000-ben először megrendezett hazaváró ünnep. Igen, amit azóta aztán azóta időközben átvett az önkormányzat. Így van, és tulajdonképpen kezdetben még ez teljes mértékben az önkormányzat része volt, tehát kezdettől támogatta, már 2000-ben is a Városi Önkormányzat polgármester úr, és de a szervező alapvetően a alapítvány volt, mondjuk Lencsés Katalin, aki a könyvtár vezetője volt, egyben a kuratórium tagja is volt, és engedélyt kapott fenntartói szinten, hogy a munka idejében is foglalkozzon a hazaváróünnep szervezésével, és ez nagyon sokat jelentett, hisz ő volt akkor annak a fő így motorja. Van, és hát gyakorlatilag ugye ez a nagy hazaváró program sorozat adta az alapját mindannak a helytörténeti adatbázisnak, amiből aztán majd a nánási, illetve először a hajdonási almanak, aztán a kalendáriumok építkeztek az első időben, tehát ugye ez az úgynevezett személyi adattár, amit Katin nagyon-nagyon precízen és pontosan elhaltakról, élőkről felállított, tehát ez egy óriási nagy munka volt, nagyon, és a mai nagyon, napig tehát nagyon fontos. Nagyon nagy munka és hiánypótló munka így volt, van, igen. Mert részben a könyvtár szorgalmasan gyűjtötte a hajdunánásról elszármazottakról megjelent írásokat, az ő műveiket, tehát igen. Volt egy adattára a helytörténeti gyűjteménye a könyvtárnak, de nem volt ismert. Én írtam egy sorozatot akkor a hajdunánási újságban, hogy az elfekvő szellemi termékek, több, nem is tudom, hogy 6-7-8 számot is megért ez a sorozatom, ahol én ugye ezt a helytörténeti gyűjteményben lévő nánási emberekről szóló, vagy tőlük, vagy az ő alkotásaikat bemutató helytörténeti gyűjteményt, hát értem róluk, hogy hogy rendelkezésre állunk. Különösen pedagógusok figyelmébe ajánlottam, hogy a gyerekekkel is ismertessék meg, és aztán valóban elsőként azok a hazaváró ünnepre érkezett, illetve nem érkezett, mert volt, aki akkor sem tudott, de aztán részt vett az almanak, illetve hozzájárult, hogy az almanakban megjelenjen. Ugye az az első nagy könyvünk, amit szerkesztett a szellemi műhely, és aztán kötődtek Hajdonánáshoz, és Hajdonánáson élő, de a Hajdonánáshoz elszármazottak, és elküldték az írásaikat a későbbi a kalendáriumban, amelyikben. Tehát ez is egy 15 jelent meg. A nánási kalendárium. Nyilván ezt azért én nekem legalább illik megemlíteni, hogy ennek a szerkesztője te voltál, Zsika, de sajnos ott sem találtunk utánpótlást, pedig Péteri tanárnő nagyon szerette volna, meg kérte tőlünk, hogy találjuk meg azt a fiatal pedagógust, vagy nem pedagógust, aki tovább vállalná a kalendárium szerkesztését. Hát, és úgy jártunk ezzel is, mint magával a szellemi műhellyel, hogy lassan nyugdíjasok lettünk, és ez a néhány fő, aki most is alkotja a szellemi műhelyt, már egy ilyen idősebb generáció. Volt rá egyébként törekvés, csak amikor elmondtam, hogy hát szóval azért ez mennyi mindennel jár, utána nem lett belőle, tehát utána vártam, hogy na akkor majd jelenik, és nem jelent meg. Igen. Tehát, no, mindegy. Na, de... tehát végül is ugye, amíg ember van egy tevékenység, addig az tud működni, ezért nagyon-nagyon fontos megtalálni azokat az embereket. Ezt egy mondom, az utánpótlást. Az utánpótlást, igen. És ez itt be kell vallani, hogy nem voltunk sikeresek a szellemi műhely vonatkozásában sem, de én azt gondolom, hogy a szellemi műhely abban az időben volt nagyon fontos. Most már inkább megállapodott egy kulturális rendezvényen,
illetve egy-egy kiadvány szerkesztésében még a mai napig tevékenykedünk, de akkor konkrétan szerveztük a városi programokat is. És ez most már olyan mértékben haladt előre, és én szerintem igen gazdagon valósul meg a prokultúra szervezésében, hogy abszolút nem lenne arra most már szükség, hogy a szellemi műhely, egy kulturális egyesület itt külön nagyvárosi programokat szervezzen. Így van, tehát ugye itt már professzionális szinten zajlik, amit ugye mi amatőr szinten annak idején elkezdtük. No, térjünk rá a harmadik nagy tevékenységi körödre, ugye ez pedig az önkormányzati képviselőség, ami gondolom mindezekből szinte már automatikusan következe, hogy elért téged ez a hívás annak idején, hogy akkor indulj el egyéni képviselő jelöltként, majd aztán hosszú éveken keresztül, több ciklusok keresztül is ugye képviselője voltál a választókörzetednek. Hát elég naivak voltunk mi akkor a helyi kultúra iránt érdeklődő emberek, mert azt gondoltuk, hogy lehet önkormányzatban részt venni politika nélkül is. És mikor először gondolkodtunk ebben, hogy ezt a kulturális vonalat bevigyük a városi önkormányzatba, ez még nem is majd később jött a polgári kör. Először a Hagyományos és Szellemi Műhely a pedagógusok szakszervezetével együtt. Közösen indult. Minden. És akkor már túl voltunk a kulturális napokon, több éven keresztül szervezett kulturális napokon, és azt hittük, hogy minket most már mennyire ismernek. Igen, azt hiszem ez a 94-es önkormányzati választások voltak. Talán igen, akkor volt a 94-ben, mert az első, hát 90-esben biztos, ez a 94-es volt, igen. Akkor még Balkulat szemek többiek is itt igen, voltak, emlékszem rá. Igen, és hát nagyon szavaztak ránk, tehát nem is ismertek. Aztán amikor úgy, sőt, hát végül is még ilyen kis anekdóta is maradt ebből, hogy hát nem ismernek bennünket, úgy beszélgettem egy nénivel, hogy Hajdonánás egy szellemi műhelyi programokat szervezünk, és azt mondta, hogy valami, hallott valami szellemi fogyatékosokat a Magyar utcán, hogy ott, na, tehát tulajdonképpen abszolút nem élt, tehát nem vált az emberek gondolkodásába, nem épült be a mi egyesületünk, és akkor utána nem is próbálkoztunk többet, úgyhogy szellemi műhely, hisz mi alapvetően a kultúrával foglalkoztunk, tehát politikával nem. És aztán eljött 98-ban volt, amikor, tehát tényleg megfogalmazódott, hogy akkor már nagyon sok minden mögöttünk volt, tényleg nagyon sok közéleti munka, és hogy ezt a szellemiséget vigyük be az önkormányzatba. Nem volt véleményünk szerint ilyen kultúra iránt elkötelezett ember, személyek nem képviselték a városban. Tehát nem voltak ilyen képviselők a véleményünk szerint akkor. És hát ugye fölmerült a személyem, és akkor én mondtam, hogy nekem ez nem való. Tehát nem való, hogy én ilyen. És akkor éppen már megint emlegettem megint Lencsés Katikát, ő fogalmazta meg, hogyha mindig azt mondják azok az emberek, akiket kicsit tisztítanák a közéletet, hogy nekik ez nem való, és háttérbe vonulnak, akkor tényleg nem is kerül be, és a közéletbe, a politikába éppen azok az emberek nem kerülnek be, akik esetleg változást tudnak. Igen, igen, és akkor így elfogadtam, hogy jó, hát akkor induljunk, és elkezdtük, nem akartuk a szellemi műhely többé a helyi politikába behozni, és akkor alapítottuk meg a polgári kört. Szintén értelmiségi, de nem, abban már voltak végül is nem csak, tehát néhányan voltunk csak a szellemi műhelyből tagok, és de egyszerűen munkások, dolgozók, ez már egy olyan réteg. Hirdettük, leírtuk az elképzelésünket, megjelent a polgári újság, és akkor megkerestek bennünket néhányan, hogy őket ez érdekli, és így alakult meg a polgári kör. És a polgári kör jelöltjeként indultunk 98-ba, amikor már önállóan a polgári kör két listás képviselővel tudott bejutni. Itt akkor az egyik én voltam, a másik dr. Marosi Csaba. Puszkó József volt az elnöke ugye a polgári körnek, és ő nem kívánt bejönni a testületbe, és akkor így
tulajdonképpen a személyemhez fordult, hogy részemre ő le is mond, mint elnök. És akkor és Marosi Csaba pedig az alelnöke lett, a polgár, dr. Marosi Csaba a polgári körnek. Mi képviseltük először, aztán hát 98 óta végül is én folyamatosan képviselő vagyok, kezdetben listáról, aztán két körzetben is indultam, először tehát a legutóbb ugye már most megállapodva a választókerületem be több éven át hűséggel támogatott a közösség, a lakóközösség, és valóban igyekeztem is. Tehát a közélet most nekem nem ott kérdődött, hogy képviselő lettem, és ezt csak megjelentem, hogy most már én közélet vagyok. Tehát ennek volt előzménye. Igen, és tehát én dolgoztam előtte is a városért, és aztán ebből nőtte ki magát ez a fajta közélet. Kezdetben nem volt lehetőségem, hogy a Művelődési Oktatási Ifjúság és Sportbizottságban dolgozzak. Mert hát akkor ugye én ellenzéki képviselő voltam, és az akkori polgármester azért sem engedte, hogy én abban tevékenykedjek, és aztán később már a tagja lettem, illetve majd vezettem is a bizottságot, a Művelődési Bizottságot 3 cikluson keresztül. Ha össze kellene foglalni néhány mondatban ezt a közel 20 év, hát illetve pont 20 éves, mert ugye tavaly, illetve hát az őszön volt önkormányzati választás, hogyan tudnád jellemezni, hogy mennyire voltatok eredményesek? És akkor ugye most itt a Fidesz-KDNP, ugye ezt ki kell mondani, gyakorlatilag ugye 3 cikluson keresztül teljes, tehát többségben voltatok mindig. 3-2? Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a képviselőcsoport, tehát, hogy mit tudott elérni a város mondjuk ez alatt, a 3 ciklus alatt? Hát, ha talán kezdeném még a 3 ciklus előtti időszakkal, nagyon nehéz volt van az időben ellenzéki képviselőnek lenni. Tehát a szószoros értelmében az egzisztenciánk került veszélybe. Erről én már most beszélek, hisz abban az időben egy iskolának voltam az igazgató helyettese, aztán pillanatokon belül a kisegítő iskolába kerültem, sőt aztán már az is fölmerült, hogy talán magyar szakos tanára nincs is szükség az iskolának. Tehát tulajdonképpen akkor nem olyan ellenzéki képviselők, tehát nem olyan élete volt az ellenzéki képviselőknek, mint a most, hanem tehát újak voltunk, és féltették tőlünk a hatalmat azok, akik már itt évtizedeken keresztül gyakorolták. És rájöttek, hogy komolyan kell venni bennünket, és ez ilyen módon a személyünkben is, hát úgymond támadásért bennünket. Buszkó József elkerült a városból, más településen kapott állást, úgy jött aztán később vissza Hajdonállásra. Én pedig mondom, így jártam, bár én hálás vagyok a Jóistennek, hogy egyáltalán fogyatékos gyerekeket taníthattam, lelkiekben erősödtem, és abban az időben kezdtem el a lelki egészségünk című rovatomat is írni, amikor, hát úgymond, én nehéz időszakot éltem meg. És akkor ugye persze fölmerült a felelősség a családom iránt, hogy nehogy nyilvánvalóan a helyi politikában a részvételem okán, hát ők sérüljenek. Ezen túl vagyunk, és ezt követően lett már, amikor legalább 2 érában nem voltunk többségben. Aztán volt egy időszakunk, hogy mi voltunk többségben, de nem volt polgármesterünk, akivel együtt dolgozzunk, az is nehéz időszak volt. Ott megmaradt az előző polgármester, mi pedig hát többségben voltunk, de nem tudtuk gyakorlatilag végigvinni, amit szerettünk volna, mert ebben akadályozott bennünket legalábbis mi éltük meg a polgármester, hisz nem tudott velünk egyetérteni sokszor azokban a döntésekben, amiket mi hoztunk. És aztán, amikor Czollá Tibor lett a polgármester, akkor az 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 időszak, amikor hát részünkről egy új időszámítást is jelent, meg Hajdonállás életében is azt jelentette. Ez a 2019 közti időszakról volt, tehát végül is az önkormányzat, vagy a Hajdonállás városa megválasztotta, és megfelelő, tehát nem mindenki gondolkodott úgy, mint mi. A legnagyobb eredménynek azt látom,
hogy változott a városnak a lelkisége. Tehát a nemzet iránti elkötelezettség, a közösség, és abban, ahogy a civil szervezetek megerősödtek, ebben nagy változások vannak a városban. Ez az ünnepségeket is, az ünnepségeken is megjelenik, és ez, tehát ebben is sok ünnepséget magunk is szerveztünk civil szférából, aztán nem volt például az augusztus 20-i ünnepséget is a polgári közszervezte először, aztán lett most már a város rendezvénye. Tehát ebben látom, illetve mindazt, amit hát a tárgyi megmutatkozása ezeknek a fejlődéseknek, hisz rengeteget épült, újjáépült, felújult Hajdonállás városban, rengeteg kezdeményezése volt már az új önkormányzatnak, amik megvalósultak. Tehát ez, azt gondolom, hogy alapvetően egy építő időszak volt, ha majd úgy visszatekintenek politikamentesen a város történetére, valakik, akik majd kutatják, és akár monográfiát írnak, akkor biztos, hogy ezt az időszakot egy termékeny, egy fejlődő városnak a képét fogják megmutatni. És hát ugye akkor ebben a folyamatban, mint önkormányzati képviselőnek neked is nagyon-nagyon tevőleges részed volt, és hát gondolom, hogy többek között ezért is tiszteltek meg téged a Hajdonállás városáért kitüntető díjjal, amihez ismét szívből gratulálunk, és Éva, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. További jó egészséget neked, köszönöm nyugodalmas szépen. Nyugdíjas éveket, köszönöm. És hát hogyha még van időd, energiád, akkor természetesen gondolom biztos itt-ott még azért majd megjelensz, mármint nyugdíjas. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen a jó kívánságot.